Sziasztok, Sági Szilárd vagyok. És hogy miért éppen én mutatom be ezt a rendszert? Talán azért, mert az RF-ben a rádiófrekvenciás rendszer és a buszos rendszer is működik egyszerre. Méghozzá nem is akárhogy. A kert bármelyik pontjáról tudok vezérelni mindent, és meg tudom tenni ugyanezt akár a lakásból is. De ha már a kertben vagyunk, akkor elmondom, én a kertben az RF, tehát a rádiófrekvenciás rendszert választottam, mert így egy fél délelőtt alatt az egész kertet át tudtam alakítani. Most mindent kicseréltem rádiófrekvenciás aktorokra, ezért akár itt ülve tudom, hogy most a medencében 21,5 fokos a víz, és beindítom a vízforgatót, amit a hátam mögött akár láttok is. És ha már a vezérlésnél tartunk, akkor menjünk be és nézzünk körül a házba, hiszen a teljes fűtést az intelligens otthon vezérli. Nekünk elhihetik, két gyerekkel nem egyszerű az élet, de hogy könnyebb legyen és ne csak a nagyik segítsenek, ezért bevezettem az intelligens otthont. Az egész ház gyakorlatilag intelligensen vezérelhető, és hogy ez miben segít? Hát a hétköznapokban azt hiszem, hogy most már nem is nagyon tudnánk létezni nélküle. A fűtés vezérlésnél például van egy olyan programunk, hogy megnyomunk egy gombot 7 óra előtt, és a fürdetésre megemeli a fürdőszobában, illetve a gyerekszobában a hőmérsékletet, így nem kell bíbelődnünk különböző kis hőkazánokkal, vagy ventilátorokkal. Illetve van olyan lehetőség is például, hogy a gyerekszobában, hogyha nem tudnak elaludni csak bekapcsolt villanynál, akkor bekapcsoljuk a villanyt, nyomva tartom hosszan, ezáltal bekapcsolódik a villany, és egy óra alatt megy le szépen 100%-ról nullára. Tehát nem kell visszamenni az emeletre, hogy lekapcsoljuk, és ha lekapcsoltuk, akkor a gyerekek megint felébrednek. Például az, amit a Szilvi nagyon imád, ha fent pelenkáz és tisztába rakja a gyerekeket, bármelyiket vagy mindkettőt, előfordul, hogy jön mondjuk a nagyi, és segítene. Becsenget a kapun, na de le kéne jönnie, hogy megnézze, hogy ki az, aki becsengetett. Viszont a rendszer tudja, hogy a mobilja mindig ott van a zsebében, a mobilon megjelenik a kép, és akár a saját mobiljáról be tudja engedni a nagyit. A rendszer kiegészíthető egy időjárásjelző állomással, amivel be tudjuk állítani, hogy például ha 30 km/h sebességgel fúj a szél, akkor automatikusan engedje le a redőnyöket. Ugyanezzel az időjárásjelző állomással azt is be tudjuk állítani, hogy ha például megnő a légnyomás, tehát várhatóan esni fog az eső, akkor a hajnal 2 órára beállított locsolást mondjuk tolja el egy órával.